A szöveg természetesen Karádi Katalinról szól, aki a 30-as, 40-es években az egyik legnépszerűbb filmszínésznő, színésznő és énekesnő volt. Azt gondolom, lehet ezt mondani, hogy nem csak magyar nyelvterületen. Az előadást társulatunk kiváló színésznője Kalmár Zsuzsa játsza, de ez mégsem egy monodráma, vagy nem csupán az, hiszen a történetben rajta kívül még ifjabb Kucsera Géza is részt vesz, egy nagyon picit színészként, és többnyire zongoraművészként.